Friendek, hogy vagyunk? Ebben a videóban Disneylandbe megyünk! Wow! Mindenkitől egy wow! Claudia pedig mosdóban van, úgyhogy őt most nem zavar. Szóval, TikTokon 1001 ilyen videót néztem, és imádom őket végignézni, szóval szerintem tényleg mondhatom, hogy mindegyiket láttam. Mindent meg fogunk ma kóstolni, tehát amit látok, és olyan kifejezetten Disney-s, tehát most valószínűleg azért egy popcornt nem fogunk megkóstolni, mert azt tudjuk milyen ízű, és de még az is lehet, hogy azt is megfogjuk. És a Mickey egér alakulnak a popcornok. Tényleg? Tesszom, nem is mondtad, hogy milyen videó lesz. Oké, szóval ez egy mit tettem a Disneylandben videó lett. Direkt mindenfélét meg fogunk kóstolni. Az a tervem, hogy még azt is felveszem, hogyha esetleg nem én veszek, vagy eszek valamit, hanem így a csajok, hogyha megengedi. Jó napot! Igazából most már nagyon kaotikus ez az egész. De a lényeg az, hogy most fogunk indulni, eszünk, jól érezzük magunkat, el vagyunk. Más kell mondanom, babáim? Nem. És akkor ott találkozunk Disneylandben, valószínűleg ilyen testen kívüli gyermekded reakcióim lesznek. Viszontlátásra! Változhat szólás nélkül ezért. Úton útfélen, korán van, mink csak. Meg fogunk érkezni most. Úristen! Júj, de menő! Na taka, mindenki képeket csinál. Úristen, ott van Mickey egér a fűből. Hiperventilálni fogok. És akkor most indulhat a fülvadászat. Azonnal megtaláltam, amit szeretnék. Köszönöm szépen. Milliegér mennyasszony. Marci, te így leszel. Egyébként kaját még nem találtunk. Szóval azért nem ettünk még. Sírsz már. Semmi. Konkrétan az agyam nem tudja feldolgozni, hogy itt vagyunk. Úristen, ezt nézzétek meg! Sziasztok! Jaj, de cuki! Karácsonyi ruhájuk van. Biztos, hogy nekem integet. Szia, Miki! Csumicsá! Ez nagyon durva. Ez gyönyörű. Ez az első kajás shop, amit találtunk. Jaj, Istenem! És szóval itt kekszek vannak, és mindenféle fudge. Egyébként még sose ettem fudge-ot, szóval nem is tudom, hogy ez milyen lehet. És valamilyen becsomagolt Mickey fej. Egyébként valamit biztosan fogunk venni, csak még nem tudom mit. Makaron! Kértünk egy minit, egy Stitchet és egy várat. Ez sós karamellás, ez vanillás, ez pedig málnás? Igen, nem, de. Az időjárási viszonytagságok nem annyira kedvezőek, de megkóstoljuk a makaront. Nagyon jó. Nagyon kemény a teteje, ahol nyomtatva van. Igen, a teteje az kemény. Stitch, ez vanília. Olyan semmilyen, de ez puha. Málnás, mini. Ebbe konkrétan csak málna lekvár van. A kapucni miatt nem tudom felvenni a fület. Amúgy jó volt. Nekem tetszett ez a makaron, de lehetne jobb. És biztos vagyok benne, hogy itt Franciaországban van is jobb. Amúgy a csajok most felültek arra. Találtunk egy olyan helyet, ahol ilyen menő fagyikat lehet venni, viszont hát szerintem, hogyha most fagyit kéne ennünk, akkor lehet, hogy meghalnánk. De nézzétek, milyen jó helyen van. Ez ilyen Alice Csodaországban tematikájú az egész hely. És ha nem lenne ilyen hideg, akkor biztos, hogy vennék, de ez így most kiesik, bocsánat. Amúgy úgy nézek ki, mint egy ázott kutya. Igen. Nagyon jó. Vettünk azért egy forró csoki, mert amúgy ez nagyon jól esik. Ja, és amúgy csak mondanám, hogy most jöttünk ki egy labirintusból. Írtunk a csajoknak, hogy ott vagyunk, és azt mondták, megyünk, megkeresünk titeket. Úgyhogy most itt várni fogunk egy órát. Nagyon finom. Nem ér csak is. Kicsi! Upgrade-eltünk esőkabátra. Nagyon durván esik amúgy az eső. Ebben a videóban konkrétan egyre rosszabban fog kinézni csak. Viszont találtunk egy tök jó kajás helyet. Ja, és a kezem egy sült krumpli, úgyhogy azt megmutatom. Azt szeretném! Én azt hittem ez nagyobb lesz, de ez nagyon cuki. És amúgy azt se tudom, hogy mi ez. Ó! Oh.
lett cukor? Igen. Megkocsol? Megyünk. Na most azt beszéltük, hogy eszünk egy kis raclette sajtot, mert az igazi francia, és még sose kóstoltuk, vagy hát legalábbis én. Fincsi? Nem, de olyan finom. De amúgy finom. A sajt miatt ilyen savanykás íze van, kicsit sózna, de amúgy finom nagyon. A szalonna tök jó rajta. A csajok is szendvicset kértek, és lehet még kapni ilyen kis kolbász szeleteket tölcsérben. Nagyon jól néz ki, imádom a sajtot. Nem, ilyen savanykás raclette sajt. Úristen! Nagyon jó. Ez olyan, mintha egy meleg szendvicset megszoroznál tízzel, hogy annyira finom. Bejöttünk ajánlni a Hokóék házába végül is ennek az a neve. Tematikus étterem, de amúgy kicsit úgy működik, mint egy gyors kajáda szerintem. Mexikói, amerikai cuccok vannak. Igazából én megpróbáltam majdnem mindent kérni. Ez egy marhahúsos burító. És akkor hozzákértem cikcakos krumplit, ez gondolom semmi érdekes. Én azt hittem, hogy ez csak ilyen sajtszósz lesz, de ez... Doritos és valami sajtfusz. Tettem amúgy egy fagyit. Ezt már több helyen láttam amúgy a parkba. Mert hogy ez hát egy kicsit Mickey Eger formájú, bár itt ez nem tudom mi, lehet a nyaka. És ami ennél a helynél ilyen specifikus, az valami ilyen ital, a bögre is ilyen kokó mesés, és a bögrét megtarthatod, mert azt így egy kifizeted. Ugye ezt nem tudom, hogy micsoda. Forró csoki. Hideg. Ez ijeges forró csoki. Valami hideg, valami. Ez szerintem csak ilyen sima vaníliás. De mikor lehetek? Ez olyan, mint egy magnum. Kinek hogy ízlik a kajája? Finom, pici csípős, nekem nem jó. Jó, hogy ez csípős? Csípős, nekem amúgy már nem borsabb. Én is így vagyok. Nagyon-nagyon pici csíp, de engem is zavar már a csípős. De amúgy nagyon finom benne az avokádó. Mm-hmm. Vagy guacamole. Hopp. Egyébként nem rossz. A sültuki olyan, mint mindenhol már. Amúgy jó. Ropogos. Jó néz ki. Ezt a Levi vette, ez valami csirkefalatka, valamilyen szószal. Jó tud? Aha, olyan íze van, mint kiskorunkban a dinónak. Finom. Ezt most ajánljátok meg. Vélemények az étteremről? Annyira nem jött be ez a vizes, húsos, tortillás dolog. Csúraszt még nem kóstoltam, de a krumpli az jó volt. A Marinak meg a Vivinek nagyon ízlik. Ineznek is nagyon ízlek. Levinek pedig szintén nem ízlik. Tényleg vizes hús van a tortillában. Azt beszéltük, hogy olyan ízre, mint hogyha a rizses húst beletöltöttünk volna sima tortillába, és egy. De amúgy a sült krumpli jó. Egyébként maga a vibe is nagyon-nagyon menő. Oh, ott vagyok én. Ez volt az egyetlen konkrét étterem, amiben voltunk. Egyébként szerintem nem volt rossz, de hogy így nyilvánvalóan lehetett volna sokkal-sokkal jobb. Meg mondjuk, nem tudom, nekem egy kicsit ízetlen volt. Viszont ez a nap, ez nagyon durva volt. Nagyon sok helyen voltunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. És a következőben találkozunk, ami szintén Franciaországból készül. Viszlát!